az összefogás jelöltje, pontosabban a, hát az összefogás mögött a DK jelöltje, Kuncze Gábor a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az ATV.hu-nak a kora esti híra, amelyről beszámoltunk a 3-7-es híradóban is, mindjárt első helyen, az az, hogy információink szerint, legalábbis az online szerkesztőség információja szerint, valószínűleg nem lesz sem miniszterelnök jelölti vita, és hát képviselő jelölti vita se sok helyen várható, azért, mert állítólag a Fidesz nem akar face-to-face szemben vitát folytatni az összefogás jelöltjével, hanem arra meghívná a Jobbikot is. Ez viszont hát megakadályozza azt, hogy a Jobbikot karanténba zárják, így aztán nem nagyon lesz vita. Ön leülne egy olyan vitára, amin a Jobbikos induló is ott van? Hát nem láttam különösebb értelmét, meg nem is esne jól tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy a demokratikusnak tekinthető pártoknak kell leülniük, én a Jobbikot nem tekintem annak, és nem is szívesen adnék neki ilyen módon platformot, de a Fidesz se akar egy ilyenre leülni. Ők ezt szépen kitalálták, hogyha oda tesszük a Jobbikot, akkor majd nem fognak eljönni a másik oldalról, tehát nem kell vitatkozni. A Fidesz ugyanis nem vitatkozni szeret, hanem kinyilatkoztatni. Ha vita van, akkor az már nekik egy kis problémát jelent, mert van mögöttük egy 4 év, és arról valahogy el kell számolni a választóknak. Oké, akkor tehát gyakorlatilag leszámolhatunk a vitákkal, mert feltétlenül önhöz hasonlóan fog gondolkozni sok más összefogás jelölt is. Nem, én azt gondolom, hogy ha a Fidesz vitatkozni, akkor ugye az nyilvánvaló, hogy a kihívó az összefogás. Ha vitatkozni akar, fel akarja mutatni a különbséget, akkor az összefogás képviselő jelöltjeivel és miniszterelnök jelöltjével kell vitatkozni. Ha ezt nem teszi, az azt jelenti, hogy megfutamodott, tele van a nadrágja. Ez ennyi. Nagyon nehezen jött létre ez az összefogás. Szinte az utolsó pillanatban sokak szerint nincs is nagyon sok idő arra, hogy valamit együtt csináljanak. Ebben a helyzetben sokakat nagyon váratlan lét az a kritikus hang, amivel ön megszólalt a hvg.hu-nak, például amikor azt mondta, hogy kritikus helyzetekben lefagy, alapvető működési hiányosságok akadályozzák a Fidesz legyőzését. Tehát ahelyett, hogy most buzdítaná az embereket a csata előtt, gyakorlatilag elmondja, hogy hát itt egy vercsereg van, ezekkel nem érdemes csatába indulni. Na most én például ilyet nem mondok abban az interjúban, hogy itt egy vercsereg van, és nem érdemes velük csatába indulni. Egy kérdés hangzott el, hogy létrejött az összefogás, és lám a közvéleménykutatások nem mutatják, hogy valamennyi milyen igen növekedés lenne. Az Indexnek az volt a címe, nem izgatta fel a választókat az összefogás. Most engem az Index nem izgat fel már nagyon régóta, úgyhogy ne foglalkozzunk vele. De világos, hogy mindent ki lehet természetesen fordítani, az egyébként a internetes sajtó meg szívesen is él is ezzel az eszközzel, de én arról beszéltem, hogy nem lehet csodálkozni azon, hogy a későn létrejött összefogás nem kapott nagyobb támogatottságot az első közvéleménykutatáskor, mert még nem alakult ki az egységes dizájn, nem alakult ki az egységes mondanivaló, és nem alakult ki az a kampány szerkezet, ami a nagyon gyors reagálást lehetővé tenné. És ezt a kritikát én azért fogalmazom meg, mert én szükségesnek tartom ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Ugye ez az összefogás, a jelenlegi helyzet jobb, mint az ezt megelőző, jobb esélyeket teremt, ezeket az esélyeket viszont ki kell használni, ahhoz pedig az együttműködésben előre kell lépni. Ugye a példa, amit mondok, az a Putyinnal aláírt igen atomerőmű, mert ott van egy hír, akkor egy kampányban 1 óra múlva már ott kell lennie a kész egyeztetett válasznak. Ehhez képest az egyik ugye azt mondta a vezető, hogy mi mindenféleképpen elutasítjuk az atomerőművet, és népszavazást kezdeményezünk. A másik azt mondta, hogy nem az atomerőművel van baj, hanem hogy ilyen körülmények között így egyeztetve. A harmadik meg azt mondta, hogy azonnali népszavazást kezdeményezek. Az emberek nem látják, hogy akkor végül is mit a politika, de nincs meg az a politikai vezérfonal se egyenlőre. Ugye Bajnai Gordon is, Orbán Viktor is, Orbán Viktor most egy Kínát járja. Frajdi elszólás volt, igen. Gyurcsány Ferenc is járja az országot, mond valamit, de mi, a politika fő vonala, ez még nem alakult ki. Végül is a 3 fő szónoknak
ugyanazon a hangon és ugyanazzal a tartalommal kellene szólnia, ettől lenne sikeres. Erre mondaná szegény édesanyám, hogy Bell feltalálta a telefont, de tovább mehetünk, hogy nem csak a telefont találták fel, hanem a mobiltelefont is feltalálták. Tehát ha van egy ilyen hír, hogy létezik, hogy nincs önök között egy olyan, vagy nem, hát lehet, hogy önnek nincs, de a három vezér között. Miért nincs egy forró drót mobilon, abban a pillanatban jön egy hír, akkor az egyiktől indul, most hogyan hangoljuk össze az álláspontokat? Nem nekik, nem nekik kell ilyenkor ráadásul telefonálni egymásnak, hanem a stábjaiknak. Tehát ők nyugodtan végezhetik a dolgokat, stábok egyeztetnek. Akkor miért nincs egy ilyen vészstáb? Lehet, hogy már lassan létrejön, mondom még egyszer, hogy amikor ezt az interjút adtam, arra a kérdésre adtam ezt válaszként, hogy ebbe az irányba kell mozogni. Mondom még egyszer, hogy az esélyek jobbak, ezeket az esélyeket meg még jobban meg kell ragadni. Amikor azt mondta itt, hogy még egységes külső megjelenés sincs, ez azóta már megváltozott, mert most már van ez a, legalábbis a Mesterházi plakáton lehet látni az összefogás szót, mellette a piktogramokat, illetőleg hát a pártlogókat. Nem tudom, hogy még milyen egységes külső megjelenésre gondol. Hát ugye olyanra, ami felhívja a figyelmet, ami első pillantásra mutatja, hogy ez itt az összefogás. Az összefogás. Nem csak abból áll, hogy pártlogók egymás mellett vannak. Na mostan az, hogy hiába beszélnek bármiről, mármint Bajnai Mesterházi a Gyurcsány, ők se tudják, mi a közös üzenet. Ez de hát van. Akkor kinek kéne tudni, de, hogy mi a közös üzenet? Istenem, szóval ugye mindegyiknek van egy programja. Ráadásul ezek jó alapos programok. MSZP is, a Együtté is, meg a DK-é is. De az emberek nem olvasnak programokat, és várják a fő üzeneteket, ami egyenlőre nem látszik. Hát én ugye eléggé figyelemmel kísérem a dolgokat, nem látszik. Erről beszélek, de ugye ezt nem úgy mondom, hogy és akkor ezekre nem is lehet már szavazni, mert ezek nem nyernek. Nem. Az esélyek jobbak, mint voltak korábban, hogy még jobbak legyenek, ahhoz az együttműködést erősíteni kell. Azt is hangsúlyozom persze, hogy hivatalosan kampányolni csak 15-től lehet, ugye a CÖF meg tartozékok azok hát már csinálják. Már régóta dübörög a kampány. Igen, most de mi lehet, a különbség a hivatalos meg a nem hivatalos között? Lehet, hogy ők úgy ütemezték, hogy igazán majd 15-e után, és aztán majd márciusban lesz erős a kampány, mert azt sem felejtsük el, hogy források viszont korlátozottan állnak rendelkezésükre. Az összefogásnak. Hát természetesen. Mert a Fidesznek annyi forrása van, hogy ott milliárdokat fognak költeni. Én is látom a saját választókörzetemben, még el se kezdődött a kampány, és igen szépen csengenek a milliók. Ez van, ezzel is szembe kell majd menni, nagyon sok munkával. Meg hát ugye, ha megnézi, hogy ez az iszonyatos nagy CÖF plakátkampánya Bohóccal, az ország összes területén bevetve mi pénzbe kerülhetett? Bocsánat, a Bohócot végül is Gyurcsány Ferenc már nevesítette, Orbán Viktorra gondolt. Egyébként szerintem legalább 4000 plakát van kint jelenleg. Tehát én a keleti pályaudvaron láttam egy akkorát, ami mit tudom, 20 méter, 10 méteres. Azokról már nem is beszél. Szerintem egyébként ez visszatetszészül. Azért ne felejtsük el, hogy itt bohóckodik 4 éve a Fidesz. És ezt komolyan mondom, hogy bohóckodik. Hazudozik össze-vissza, félrevezeti az embereket, kilopja a szemüket, arrébb lopja az országot, és egyébként pedig mondogatja, hogy minket irigyel Európa, és nincsen tandíj, és Magyarország jobban teljesít, és így tovább, és így tovább. Majd mindjárt jön Pecsnik Mária Zita, megkérdezem tőle majd, hát hogy meg is lehet, az új GDP adat fényében is úgy találja, hogy Magyarország jobban teljesít. Ugye leviszem a régi GDP-t, ahhoz képest megnő a mostani. Ráadásul tavaly 1,7-et, várjuk 2012-ben 1,7-et vagy 8-at csökkent, tavaly 1,1-et nőtt, összességében tehát még mindig csökkent 0,6-7-et, és ráadásul ebben benne van a mezőgazdaság nagyon jó teljesítménye, meg benne van az is, hogy az állami beruházások miatt az építőipart egy kicsit megrántották. Az igazi kérdés itt is az, hogy ez egy mostanra szóló dolog, vagy hosszabb távon itt van-e a növekedés, és minden szakértő azt mondja, hogy nincsen, mert a növekedési lehetőségeket eljátszotta a kormányzat. Vagyis ha a világ megránt minket, akkor ott leszünk a 2% környékén, ha meg nem, meg még a mezőgazdaság is rosszabbul teljesít, akkor megint visszaesünk. Az igazi kérdés ugyanis az, hogy nő-e a fogyasztása a lakosságnak, az meg attól függ, hogy az emberek jövedelmi viszonyai hogy alakulnak. Azok meg rosszul alakultak.
azt is mondja ebben az interjúban, ami szintén nagyon kiemelkedő volt, legalábbis az ember így olvasta, hogy egy kicsit megfejelte Kósáné Kovács Magda elhíresült mondatát, és most azt mondta, ugye az volt az elhíresült mondat, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani, és erre azt mondta ön, nem elég korszakváltónak lenni, annak is kell látszani. Akkor ezek szerint nem igazán látszik, hogy ez az összefogás szeretne tényleg korszakváltást? Nem, ez meg arra vonatkozott, hogy rákérdeztek a Simon Gábor ügyre. Ugye Mesterházi Attila, ha maradunk az MSZP-nél, akkor elég nagy energiákat fektetett abba, hogy 4 év alatt megfiatalítsa a társaságot, valami más mondani valót adjon, és teletegye olyanokkal, akiknek nincs múltjuk, amit támadni lehetne. Ezt nevezik ők az MSZP-n belül nyilván korszakváltásnak, és ebbe rondított bele a Simon Gábor ügy. És erre mondtam én, hogy nem elég annak lenni, hát annak is kell látszani. Ugye ugyanerre a dologra fektet hangsúlyt Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc is, amikor arról beszél, hogy nem fordulhat elő, hogy az, ami itt volt az elmúlt 20 évben, meg ami volt az elmúlt, különösen az elmúlt 4 évben, folytatódjon, és ha komolyan gondolják, akkor tényleg meg kell győzni a választókat, hogy itt más következik, hogy vasvillával fogják kiszórni azokat, akik azt gondolják, hogy 4 év alatt lehet meggazdagodni, meg milliárdosnak lenni, mert lehet, hogy ezt a következtetés fogja levonni valaki a mostani 4 évből, mert azért Felcsút polgármesterének például vagy az esze jött meg, vagy túl sok állami pénzt, megbízást, földet, egyebet kapott, azért ne felejtsük el, ha most kormányváltásra kerül a sor, a kormányt váltó erőknek nagyon tudatosan kell törekedni arra, hogy a gyanú árnyéka sem merülhessen fel, ezért nem elég korszakváltónak lenni, hanem annak is kell látszani, és a Simon Gábor ügy, ami egyébként szégyenletes, ebből a szempontból volt zavaró, szerintem időbe jött figyelmeztetés mindenkinek. Szégyenletes Simon Gáborra, vagy szégyenletes az MSZP-re nézve, mert nekem úgy tűnik, hogy minthogy nem ismeri senki a teljes igazságot, hogy valahogy az MSZP is teljesen tanácstalan, és azt gondolom, hogy valószínűleg ők se tudják, hogy itt mi van a háttérben. Az MSZP olyan értelemben jól kezelte, hogy 2-3 nap alatt eltávolította a pártból, de miután nem is feladata persze kideríteni, hogy honnan van a pénz, ezért mindig rá lehet mondani. Nem feladata, de azért jó lenne, ha tudnák. De nem? Nyilván megkérdezték, és nyilván Simon Gábor nem mondta meg. Igen, ezek után aztán nyilván. Ettől kezdve az MSZP-nek is érdeke, hogy fény derüljön a pénz eredetére, mert azt tudja tisztára mosni, vagy nem, de én azt feltételezem, hogy igen. Viszont ugye látjuk, milyen a Fidesz, addig, amíg ez nem tisztázódik, addig gőzerőből fogják rányomni, igen, az MSZP-re, igen. És ehhez nagyon jó partnereket talál az ügyészségben, a rendőrségben, a mentelmi bizottságban, Rubocki Györgybe, és így tovább. De itt azért Rubocki tisztességesen elmondta, hogy ő mit szeretne, és hát gyakorlatilag föl volt háborodva azon, hogy hát tulajdonképpen Simon Gába átverte őket, mert ott vártak 3 alkalommal, megígérte, hogy jön, aztán nem jött. Szegény, és ezért aztán létrehoznak egy bizottságot, ami majd március 31-én teszi le a jelentését. Tudja a Murphy törvény, mit mondta, nem tudok megoldani egy esetet, akkor létrehozok egy bizottságot. Azt nem erre az esetre mondtam, mert ez valójában az a helyzet, hogyha a kampányban használni akarom ezt a dolgot, létrehozok egy bizottságot, minden nap sajtótájékoztatót tartok arról, hogy hogy áll, és március 31-én a választás előtt néhány nappal meg kitalálok majd egy végeredményt magamnak. Ez ugyanis nem és a még jól összehívom az országgyűlés, hogy mindenki emlékezzen rá egy héttel a választás előtt, mert hogy a Murphy törvénykönyv az a tehetetlenségre vonatkozik, már ez a megjegyzése, ez pedig ezzel szemben egy szimpla, fideszes, olcsó kis kampányfogás lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.